Hatalmas égtömbök sorakoznak egymás mellett a tiszaberceli Tisza parton. A február elejei víz és jégár több ezer köbméter jeget hagyott maga után a térségi folyók mellett. A magas vízállás miatt maradtak a parton a jégtábla maradványok itt Tiszabercelen is. A tömbök az elmúlt napok melegebb időjárása miatt már sokat olvadtak, de még mindig megdöbbentő látványt nyújtanak. A jégtorlasz levonulása miatt a partmenti növényzet sérült, a Tiszaberceli komban azonban nem keletkezett jelentősebb kár. Az egyik lámpája tört le, több kötele is elszakadt, a csörlő és a csörlőház viszont jelentősen rongálódott a jégár miatt. Tiszaberce megkolongol sok minden, legjobban a kis csörleha, a segédcsőleházok, akkor van a Solompó, oszlopok, táblákat lenyomkodtak, a hajótáblákat a parcéleken, más a sorompó kiszakította, kötőleg szakadtak, de szerencsére megúsztuk. Akkor pegybe maradt, a többi károk a felmérés az még folyamatban van, szerintem amit lehet, azt pótoljuk. A töltést itt nem érte el a víz, így nem rongálódott a műemlékvédelmi régi szivattyú telep, illetve a belvízvédelmi átemelő zsilip sem. Azonban az 569-es folyam kilométer követ kidöntötte a jég. A Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője televíziunknak elmondta, védbiztonságot veszélyeztető károk ugyan nem keletkeztek, de több zsilip, vízmércék, csörlők, kompjárók és ártéri gyümölcsösök erdők is sérültek. A kár közelíti az 500 millió forintot, és azt lehet elmondani, hogy gyakorlatilag valamennyi létesítményünk károsodott, ami a vízben volt. Ezek között a vízmércék, távjelzőrendszerek, érzékelő szondákat említeném elsősorban, hiszen ezek speciális értékes berendezések. Károk keletkeztek a zsilipekben, az árvízvédelmi műtárgyakban is. A töltések nem károsodtak súlyosan, de a partvédelem is károsodott, tehát a folyó mederben az a kőművek is károsodtak, amik védik a folyótól a partot, illetve a töltéseket, és hát a véderdőkben is komoly károk keletkeztek a jég által, nem csak a jégtáblák miatt, hanem amiatt is, hogy a kiterült víz megfagyott, és miután leapadt a víz összetörte az ágakat. Bodnár Gáspár hozzátette, akár felmérések még tartanak, azonban már most látszik lesz plusz munkájuk az igazgatóság és az önkormányzatok munkatársainak is. A magas vízszint miatt az ár és jégtorlasz sok úszadékot, hulladékot hagyott a partokon és töltéseken, azok összegyűjtését már több helyszínen elkezdték.